60 kínai egyetemista tanult Pécsen egy hónapig, barátságlakattal emlékeznek az itt töltött hetekre. Adományokból gyűltek össze iskolai felszerelések, jótékonysági akció a Mosolymanó Egyesületnél. Fokozott növényvédelem a botanikus kertben, napi 8 órás öntözés, árnyékolás, ventilátorok. 5 távozó, 3 érkező, 5 fiatal játékos és új másodedző, szezonnyitó értekezlet a PVSK vízilabdázónál. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Idén harmadik alkalommal érkeztek a kínai Hangzhou Egyetemről hallgatók a PTE nyári egyetem programjaira. Ezúttal 60 fiatal töltött el egy hónapot a Baranyai megyeszékhelyen. A 4 hét alatt pedagógiai és anglisztikai tanulmányokat folytattak. Emellett az európai és a magyar kultúrával is megismerkedhettek különböző programok során. Itt létük zárásaként barátságlakatot helyeztek el hallgatók és oktatók közösen a sétatéri lakatfalon. Ezt a lakatot helyezték el a pécsi lakatfalon a PTE nyári egyetem résztvevői. A sétatéren több mint 60 kínai hallgató vett részt az eseményen. Immár harmadik éve a Hangzhou Egyetemről érkeznek Pécsre a tanulók, minden évben egyre többen, mondta stábunknak Tarrósi István. A mai napon pedig elhelyezünk egy lakatot a lakatfalon. Ezt most már egy hagyományként mondanám, igazából minden alkalommal ezt megtesszük, pontosan azért, mert ezzel is azt demonstráljuk, hogy mennyire fontos az együttműködésük, mennyire fontos az, hogy ők Pécshez kötődnek, és hogy majd visszatérnek hozzánk, a szívük egy részét itt hagyják, és ez számukra is egy fontos dolog. A hallgatók és oktatók a még tavaly elhelyezett lakatot is megtalálták a falon, így az idei zászerkezet ennek közelében kattant a helyére. A fiatalok egyébként több mint egy hónapot töltöttek a Baranyai megyeszékhelyen, ez idő alatt több tantárgyat is hallgattak. Ez egy olyan egyetem Kínában kint, ahol a tanárképzés dominál, tehát egyrészt pedagógiai stúdiumokat, másrészt pedig az anglisztikához kapcsolódó stúdiumokat hallgattak, tehát polírozták az angol nyelvtudásukat ilyen formán, illetve ebben az évben európai kulturális örökséghez és magyar kulturális örökséghez kapcsolódó tárgyakat is hallgattak, vagy tudásukat is magukba szívtak. Az akadémiai programokat a Bölcsészettudományi Kar biztosította, még a nyári egyetem teljes körű szervezését a Kapcsolati és Nemzetközi Esítési Igazgatóság végezte. A hallgatók számára a tanulás mellett változatos kulturális és szabadidős programelemekkel is készültek, melyek részeként megismerték többek között Pécs kulturális örökségét. Naponta 200 iskolába összesen 13 millió tankönyvet szállít ki a Magyar Posta augusztus végéig a Kelló Könyvtár ellátó non-profit ZRT megbízásából. A Magyar Posta keddi az MT-nek eljuttatott közleményében az áll, hogy folyamatosan az ütemtervnek megfelelően zajlik a kiszállítás, mely augusztus 1-én kezdődött és 20 munkanapon át tart. Közölték, 4091 intézménybe juttatják el az összesen 4600 tonnányi tankönyvet. Az iskolákba előreegyeztetett időpontban érkeznek a könyvek. A kézbesítés várható időpontját 2 órás intervallumban adták meg, írták. Idén 5 éve annak, hogy a Mosolymanó Egyesület jótékonysági akcióval segíti az iskola kezdés előtt álló gyerekeket. Ezúttal is adományokból állítottak össze csomagokat, melyeket előzetes felmérés alapján a családok igényeihez igazítottak. Ezeket olyan az egyesületnél regisztrált családoknak juttatják el, akik igazoltan rászorultak. Így például a gyermekvédelmi támogatásban részesültek a fogyatékkal élő gyermeket nevelők vagy a nagycsaládosok. Augusztus 6-án 17 család kapott ilyen módon iskolai felszerelést, ez 38 gyermeknek könnyíti meg az iskola kezdést. Azonban még legalább ennyi család vár segítségre. Szeptemberben is tart adományosztást a Mosolymanó Egyesület, melyre várják a felajánlásokat. Elsősorban fiús iskolatáskákat várunk, de lányosokat is, de nagyon sok az igény a fiús iskolatáskákra, és minden belevaló, tehát toltartó, színes, gyurma, ecset, óvodásoknak ágynemű, van több ágynemünk, de elsősorban felnőtt méhető, ami volt, azt most már a mai nap kiosztottuk, és ugye járnak úszni is a gyerekek, vagy hogyha valaki hangszert tanul, akkor olyan igény is felmerül, hogy esetleg abba támogatni, vagy sportolásban, akkor olyan sportcipőt. Mint ismert, Áder János köztársasági elnök október 13-ára vasárnapra tűzte ki az önkormányzati választás időpontját. A Nemzeti Választási Iroda közlése szerint szerdától kezdik meg a névre szóló választási értesítő kiküldését. Az országosan mintegy 8 millió választópolgárnak legkésőbb augusztus 23-áig postázzák az értesítőt.
Pécset a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 140 szavazókör nyílik majd meg október 13-án. A szavazáshoz a lakcímkártyára, valamint a személyre vagy útlevélre, esetleg jogosítványra van szükség. A NAV Baranya megyei munkatársai augusztus 5-e és 11-e között Harkányban, Komlón, Mohácson, Siklóson, valamint Pécset ellenőriznek. A revizorok kiemelten ellenőrzik a szezonális zöldség, gyümölcsárusokat, közterületen értékesítőket, a piaci kiskereskedőket, a vendéglátóhelyeket, a fizikai közjegyzett javítókat és az építőipari adózókat. A megye nagyobb rendezvényein is számíthatunk a megjelenésükre. A hivatal munkatársai nyáron is folyamatosan ellenőrzik a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az áruk eredetét és az online pénztárgépeknek a használatát. Annyit kell tudni ezekről az ellenőrzésekről, hogy nem csak munkaidőben végeznek ellenőrzéseket a kollégák, hanem munkaidőn túl akár este is a rendezvényeken is megjelenhetnek, és ott is végezhetnek ellenőrzéseket, akár többször is visszatérhetnek ugyanazokra a helyszínekre, hogyha szabálytalanságot találtak. Abban az esetben, hogyha a pénztárgép által küldött adatok ezt indokolják, akkor akár forgalomszámlálást is végezhetnek. A Biocom augusztus 7-től kezdve várhatóan 5 napon át végezteti el vállalkozóval a pécsi közterületeken lévő platánfák permetezését platán csipkés poloska kártevő ellen, továbbá egyéb közterületen lévő fertőzött faegyedek növényvédelmi munkáit városszerte. A hétfőtől induló permetezésekre az éjjeli órákban kerül sor, este 10 órától másnap hajnali 4-ig. A felhasznált szer emberekre, melegvérű állatokra veszélytelen, méhekre, mérsékelten, halakra és vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes. Közterületen található eszközökre, például gépjárművekre jutó permetszer károsodást nem okoz. Egyelőre alacsony a parlagfű pollen koncentrációja a megyében, nem érte még el a tüneteket okozó mértéket a legfrissebb pollen jelentés szerint. Mint ismeretes, a védekezési kötelezettség teljesítését belterületen a jegyző, külterületen és zárt kertben a Baranya megyei kormányhivatal ellenőrzi. Szemlézéseik eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy az idei évben a baranyai gazdálkodók jelentős erőfeszítéseket tettek, illetve tesznek a virágzó parlagfűes területek csökkentésére. Azokon a területeken, ahol a betakarítás befejeződött, a gazdák folyamatosan végzik a tallóápolást, így a vizsgált tallók nagy része gyommentes. Az allergén gyomnövény jelenleg leginkább a virágzó szójákban, a kultúrnövénnyel fedett táblák szélén fordul elő, ahol már a pollen szórása is megkezdődött. A forró nyári meleg nem csak az emberi szervezetet viseli meg, de a növényvilág is szenved tőle. A PTE botanikus kertjében 46 fokot is mértek idén az üvegházban, ahol ilyenkor fokozottan kell védeni a növényzetet. Kint is, bent is, többek között a több órán át tartó öntözés lehet a megoldás. A botanikus kert udvarában a nagycserepes mediterrán növényeket sok vízzel kell ellátni. Automata öntözőberendezés gondoskodik az egész kerti növényzet rendszeres vízellátásáról. A nyári kánikulában nem ritka a 49 fokos hőmérséklet, a kaktuszházban éppen 41 fokot mutat a hőmérő, a pálmaházban viszont 60 fok is lehet. Ilyenkor az árnyékolás is fontos. Az üvegházakban a védelemhez tartozik a tetőablakok nyitvatartása és a ventilátorok használata. Ventilátorokat néha be szoktuk indítani, hogy átkeverje a meleg levegőt a hideggel, így fölcserélje, és akkor ez, ahogy a lakásban is ugye használjuk a ventilátort, tehát kis teljesítményi ventilátort akár hosszabb ideig is lehet használni növények között, hiszen az álló levegőt is egy kicsit megforgatja, hogyha áll és pang a meleg levegő, az egyébként a kártevőknek nagyon jó, kedvez a tetveknek például, vagy az atkáknak, tehát ezzel is tudjuk esetleg kicsit a kártevőknek az elszaporodását csökkenteni. A hőségben gyakori a napi 5-8 órás öntözés a Pécsi Tudomány Egyetem botanikus kertjében. Van olyan, hogy 50 köbméter víz is elfogy. A gondoskodást meghálálják a növények, például a dézsásak közül állandóan virágzik a leander, de most nyílik a kínai sejemmirtusz piros, rózsaszín, fehér árnyalatokban. Nagyon divatos ott az utóbbi évtizedekben a mocsári hibiszkusz, amelynek tányérméretű nagy virága is lehet. Ez megint csak a fehértől a pirosig mindenféle színárnyalatban megtalálható, sok helyen látni így kertekben is, ezzel a nagy májva virágával.
Ez egy kicsit vízigényesebb, tehát ezt nyáron sokat kell öntözni, hiszen a nevében is benne van, hogy mocsári hibiszkusz. Sok évelő növény cserje nyílik a nyár második felében, melyek őszig virágoznak. Ilyenek például a kaktuszházban található dögvirágfélék. Ezek nagyon szépek, de kellemetlen illatúak, azonban ezáltal vonzák magukhoz a döglegyeket. A színpompás botanikus kert ontja a látnivalót. Turistáknak, pécsieknek nyáron is érdemes ellátogatni ide. Kiírta az új ügyvezetőigazgatói pályázatot a Pécsi Horvát Színháznál az Országos Horvát Önkormányzat. A kiírás szerint az Országos Horvát Önkormányzat valódi horvát előadó művészeti szervezetet kíván fenntartani. Az új vezetőnek új utakat kell keresnie a horvát közösség elérése, az anyanyelvű színjátszás széles körű bemutatása és a szakmai környezet ideális kialakítása érdekében, országhatáron belül és túl. Az új elvárásoknak megfelelően a szervezet emberi erőforrás gazdálkodását is újra kell struktúrálni, áll a felhívásban, ami július 31-én jelent meg a kormány honlapján. A jelentkezési határidő az ettől a dátumtól számított 30 nap múlva, azaz augusztus végén jár le. Az igazgatói pályázat nyertese 2020. február 1-től 2024. január 31-ig töltheti be a posztot. A Pécsi Horvát Színházat 2009 óta Vidákovics Szláven vezeti. Megtartotta hivatalos szezonnyitó értekezletét a PVSK meccsek Fűszért OB1-es vízilabda csapata, melyen részt vettek azok a játékosok is, akik a nyár folyamán a különböző válogatottaknál jutottak fontos szerephez. Idén a megszokottnál korábban, szeptember elején már elrajtol az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság. A PVSK meccsek Fűszért fiatal játékosai a junior válogatottnál, az Univerziádén bronzérmet szerző gárdánál és az U15-ös Európa-bajnokságon első helyen végző csapatnál is komoly szerephez jutottak, akik közül öten kipróbálhatják magukat a felnőttek között is a hamarosan rajtoló bajnokság során. A nyár folyamán öten távoztak az OB1-es keretből, hárman pedig érkeztek, köztük van visszatérő játékos is. Kolozsi Marcell, ő volt az, aki korábban már játszott itt nálam. Őt most Tatabányáról sikerült visszacsábítanunk, Kis Kristóf Szejf, ő egy budapesti születésű, most Szentesen játszott az utolsó szezonban egy back játékos, akit védekező pozícióba hoztunk, illetve Csorba Tamás, ő egy 2000-es születésű, nagyon fiatal játékos, őt Budapestről, a BVSC-ből csábítottuk ide, kapás oldalon és osztéz oldalon bevethető. A szakmai stábban is történt változás. Az aktív pályafutásától búcsúzó Krizsán András a Kaposvárnál vezetőedzői feladatokat vállaló Surányi László helyét veszi át a kispadon, így Lukács Gergely munkáját Török Viktor mellett Krizsán András is segíti majd. A Gergő munkát fogom segíteni, amikor ilyen köredzések van, csoportos edzések, esetleg olyan technikai képzések, amivel értek, abba segítek nekem. Lukács Gergely tanítványai már bele is vágtak a munkába, hiszen a megszokottnál korábban, szeptember elején rajtol az élvonalbeli férfi vízilabda bajnokság. Mindenképpen szeretnénk a 8 közébe kerülni, úgyhogy én arra számítok, hogy fiatal csapat révén ez mindenkit motiválni fog eléggé ahhoz, hogy sikerüljön is. Nehéz lesz, de minden idegszárunkkal azon leszünk, hogy ez összejöjjön. A bajnokság lebonyolításában is történtek változások. Ezúttal nem lesz két playoff, csak egy, és minden csapatnak kötelezően szerepeltetnie kell egy fiatal, saját nevelésű játékost. Ezzel a pécsieknek biztosan nem lesz gondja. Ellopták a forgalomirányító lámpák akkumulátorait Szederkényben, a bűncselekménnyel kapcsolatban értesítették a rendőrséget, akik megkezdték a nyomozást az ügyben. Az elkövető a közlekedők biztonságát veszélyeztette, hiszen a munkálatok hosszan haladnak, beláthatatlan a szembejövő forgalom, ezért is van szüksége a lámpás irányításra. A félpályás aszfaltozás miatt komoly problémát okozhat, ha mindkét irányból megindulnak az autók. Somogy és Tolna megye híreivel folytatjuk. Hétvégén tartották meg a 30. Bukovinai Találkozások nevű Bukovinai Székely Fesztivál sorozat magyarországi rendezvényeit. A hazai helyszín idén is a népcsoport anyaországi fellegvára Bonyhád volt. Emlékeztető, gondolatébresztő képsorokból, riportfotókból, régi plakátokból, mint több szociófotókból is álló kiállítás vezette fel a bukovinai gyökerű székelyek szokásos nagy nemzetközi világtalálkozójának állandó magyarországi helyszínről szolgáló bonyhádi rendezvényt.
30 éves jubileumához érkezett az idén a nemzetközi találkozó. És ebben Bonyhád nem csupán egy helyszín, hanem a katalizátor szerepét tölti be, mint a székely népcsoport magyarországi fellegvára, nem ok nélkül, ugyanis itt él a legtöbb bukovinai gyökerű székely ember. Mi bonyhádiak nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a fesztivál magyarországi helyszíne a városunk, és igyekeztünk mindent megtenni annak az érdekében, annak a sikernek az érdekében, hogy ez a hétvége is nagyon jól sikerüljön, hiszen 30. jubileumi fesztivál lesz a mostani, és már év elejétől készültünk erre, és szervezzük, nem csak maga az önkormányzat vállalt ebbe szerepet, nem csak szervezőként, hanem támogatóként is, hanem természetesen a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége elnök úrral és a sok-sok segítőivel, munkatársaival. A bonyhádi kötődésű, ma már a nemzetpolitikáért felelős államtitkár Potápi Árpád feletté büszke arra, hogy tevékeny részese lehetett annó ennek a népcsoport megmaradásának kultúrája továbbvitelét szolgáló nagy hatású háromnapos rendezvénysorozatnak. A bukovinai székelység bár szét van tagolva, hiszen Dél-Erdélyben, az Aldunánál, Szerbiában, Vajdaságban és Magyarországon élünk, de a mi csoportjaink is ez alkalomból tudnak találkozni, tehát itt vannak a határon túliak közül Maros-Ludasról, Csernakeresztúrról és Pancsováról is. A bukovinai gyökerű lengyelek és ukránok részvétele teszi igazán európaivá, nemzetközivé a fesztivált. Bonyhád innét is választott már magának testvérvárost. A bukovinai lengyelek központja Jászlóvi, illetve Pila, és Bonyhád a testvérvárosa 2005 óta Jászlóvinak is. Ennek látványos eleme a bonyhádi találkozó második napján sorra kerülő, várva várt felvonulás. Gyönyörű népviseletek, az aszfalton rögtönzött zenés-táncos bemutatók, gyerekek és felnőttek lélekben is összekapaszkodó együttes jelenléte. Szemkontaktus az útszélén őket nagy szeretettel, követő és nagy érdeklődéssel fogadó emberekkel. Erről indult az egész dolog, a Bukovina Fesztivál, hogy valamikor Bukovinában együtt élő népek közös találkozója legyen, és azokat az értékeket hozzák, amit még valamikor együtt élve megéltek. Természetesen azóta már felnőttek, meg meghaltak sajnos azok az idősek, de úgy gondolom, hogy pont ez a lényeg az egésznek, hogy mindig tovább tudjuk örökíteni azokat, amiket őseinktől kaptunk. Lengyelországban kezdődött, Bonyhádon folytatódott, és vissza van még Ukrajna és Románia az idei programból. Vannak az egyes helyszíneken visszatérő, várva várt népszerű csoportok, de új fellépők megjelenése adja a változatosságot minden évben a bukovinai székelyek határokat, országokat átívelő nagy nemzetközi találkozóján. Hatalmas eső zúdult Mernyére, a víz nagy mennyiségű törmeléket és iszapot hordott a faluba, mely több utcát is elöntött. A károk felszámolása még napokkal később is tartott. Őrület. Tehát úgy tudtam beállni, hogy az autóval megálltam itt, mezítláb bementem, láthatjátok, hogy mekkora az iszap. Mezítláb oda bementem, kivettem egy lapátot, azzal elkotortam annyira, hogy az ajtót ki tudjam nyitni. Azt újabban elkotartam, hogy egyáltalán kinyíljon, mert állt az iszabban. Amit most látok, az már az, hogy nem iszabban áll annyira, és aztán bejutottam az autóval, de hát ez van, és vasárnap volt utoljára. Tehát időnk sincsen kicsit kipihenni magunkat, mert borzalom. A mernyeieknek az elmúlt időszakban többször is meg kellett küzdeniük a felhőszakadás okozta károkkal. Amilyen széles volt az út, olyan szélesen folyt a víz, és egy autó meg bele is ment a zárókba, végette már belecsúszott. Aztán hát nagy tumultus volt, mert nem tudtak elmenni az autók. Mernyén gyakoriak a felhőszakadások, ráadásul amióta közelben zajlik a 67-es gyorsforgalmi út építése, a munkaterületről rengeteg hordalékot, iszapot hoz le a nagy mennyiségű víz. Most egyelőre a 67-es gyorsút építése miatt megváltozott vízlefolyási irányok okozzák a nagyobb gondot, tehát itt a 67-es bevezető szakaszán korábban ilyen mennyiségű víz nem jött le. Sajnos egy autó is belecsúszott az árokba,
A másik problémánk az, hogy rengeteg iszap jön az építési területekről, amelyek az árkainkat telerakják, feltöltik, következésképpen az áteresztő képesség még inkább csökken. A hatalmas esőzés nem csak Mernyén, hanem a Siófok-Kaposvár vasútvonalon is fennakadást okozott. A víz ugyanis Mernye és Felső Mocsolád között alámosta a vasúti töltést, Mernye és Tap között pótlóbuszok közlekedtek. A hibát hétfőn délután 00:30-ra állították helyre a vasúttársaság munkatársai. Mécses gyújtással csendben emlékeztek az állatvédők a néhány héttel ezelőtti siófoki kutyagyilkosságra. A gyanú szerint egy kutya barátként hirdetett panzióban a tulajdonos agyonütötte a vendég Yorkiát. A tüntetés résztvevői minden nemű erőszak ellen felléptek és jogszabályi szigorítást is kezdeményeznek. Ebben a siófoki panzióban történt a tragikus eset, amikor is a magát kutyabarát helyként hirdető szállás tulajdonosa egy vita hevében agyonütötte egy vendége kiskutyáját egy vascsővel. A rendőrség állatkínzás gyanúja miatt indított eljárást. Az eset után a Facebookon szerveztek demonstrációt, volt, aki Budapestről érkezett a tüntetésre. Nagyon szeretem az állatokat, és felháborítónak tartom, hogy ugyan a törvény szerint már büntetendő, de hogy még senki nem kapott állatkínzásért letöltendő börtönt, és az Facebookon folyamatosan állatkínzásokról, elhagyott állatokról lehet hallani. Azt gondolom, hogy ennek véget kell most már vetni. Egyébként meg egy panziót üzemeltetek, úgyhogy azt gondolom, hogy vendéglátóként felháborító, hogy ilyet tehetett ez az ember, és tényleg nem maradjon büntetlen. A résztvevők csendben gyertyagyújtással emlékeztek az elhunyt kiskutyára. A megmozdulást budapesti állatbarátok szervezték, de a kezdeményezéshez természetesen a Siófoki Állatvédő Alapítvány is csatlakozott. Mindenféle erőszak ellen szeretnénk ma kiállni, ez nem csak az állatokat ért erőszak, a gyerekeket ért erőszak, a felnőtteket ért erőszak, bármiféle létforma ellen ért erőszak. Nem ez a konkrét eset hozott ma itt minket össze, hanem esetek nagyon-nagyon sokasága. A demonstrálók együtt az erőszak ellen feliratos transzparensekkel vonultak a siófoki főtérre. A résztvevők jogszabályi módosítást szeretnének, ezért a házelnökhöz fordulnak, hogy elérjék az állatkínzással összefüggő esetek büntetési tételének emelését. Az állatvédők azt is javasolták, hogy a kirívóan durva elkövetők ne szabadulhassanak kedvezménnyel, legyen szó kutya vagy embergyilkosról. Közel 400 versenyző állt rajthoz szombaton a 35. alkalommal megszervezett Sportolna Triatlon Fesztiválon Faddomboriban. A nevezők között profik és amatőrök is voltak. 35. alkalommal szervezték meg a Sportolna Triatlon Fesztivált a Faddombori strandnál. A versenyzők először 750 méteres szakaszon úsztak, ezt követte egy 20 kilométeres bicikli táv, majd 5 kilométer futással értek a célba. Itt indult először még 1993-ban triatlon versenyen Kővári Luca, a budapesti Spuri SC klub sportolója, aki most a női mezőny élén érkezett a célba. Mindig itt volt előtte egy ilyen edzőtábor, és utána ez volt a fő versenyünk itt Faddomboriban, úgyhogy nagyon sok kellemes emlék fűz ez a helyhez, meg ehhez a versenyhez. Közel 400 versenyző mérte össze felkészültségét, akik között a legidősebb 82 éves, míg a legfiatalabb 10 éves volt. Több kategóriába is indulhattak a nevezők, nyílt sprint, nyílt mini triatlon, szuper mini triatlon, párok triatlona. A szervezők idén az amatőröket akarták megszólítani, hogy minél több ember megszeresse a sportot. Mi most elsősorban az amatőrökkel szólunk, szerettük volna, hogy minél többen bekapcsolódjanak a sportákba, olyanok, akik országos bajnokságban különböző előírásokat nem betartva nem akarnak indulni. Itt mindenki elindult jókedvet szerint, nem kell semmiféle különös előírás, ki legyen kicsit felkészült és jó hangulatban teljesítse a távokat. Elsőnek nagy előnnyel ért be a célba egy izraeli fiú, majd a magyar sportolók sora érkezett. Köztük az utolsó méterekbe egy amerikai sportolót megelőző hatalmas véghajrával érkezett be Boronkai Péter, kétszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok, magyar paratriatlonista, aki legközelebb Svájcban képviseli Magyarországot. Ez egy nagyon jó kis felkészülési verseny volt. Az úszásból ugye nekem hiányzik a bal alkarom, így az úszásból van a legnagyobb hátrányom, de kerékpáron sikerült egy elég erős bolyt kifogni, úgyhogy föltekertünk a mezőny elejére, és hát épek között így sérültként sikerült azt hiszem a 6.-7. helyen végezni abszolútba. Talán még korosztályba dobogóra is állhatok ma. A célba érve Dinnye fogadta a versenyzőket. A régió hírei után fontosabb aranyai témáink még egyszer egy-egy mondatban. 60 kínai egyetemista tanult Pécsen egy hónapig, barátságlakattal emlékeznek az itt töltött hetekre. Adományokból gyűltek össze iskolai felszerelések,
Jótékonysági akció a Mosómanó Egyesületnél. Fokozott növényvédelem a botanikus kertben, napi 8 órás öntözés, árnyékolás, ventilátorok. 5 távozó, 3 érkező, 5 fiatal játékos és új másodedző, szezonnyitó értekezlet a PVSK Vízpartáborban. Szerdán nyugat felől újra megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet, a délnyugati szelet élénk több helyen erős lökések kísérhetik. A csúcs hőmérséklet 31-37 fok között alakulhat. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!